Mérföld vendége, kedves tévénézők és rádióhallgatók! A sorrendben 14. Ritka évet élkedő gála műsorának elején három Kodály idézetet hallhatnak. A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. A zene rendeltetése, belső világunk, jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják, s ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet. Teljes lelkiélet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. Vonatkozik ez a magyar nótára is. Ha valaki szomorú, akkor a hallgató nóták mellett busunk. Ha jókedvű, akkor vidám, mulatós nótákra fakad, vagy akár rockja is. Mert ilyen a magyar nóta, azonnal hangulatot tud teremteni. Mert tele van érzésekkel, minden szerzeménynek megvan a kisugárzása, mondani valója, úgyhogy bárki megtalálhatja a hangulatának megfelelőt. Dalkultúránk fennmaradásában, megőrzésében, hagyományaink ápolásában és szűkebb hazánkban a magyarság megmaradásának egyik záloga a nóta kultusz ápolása. Ebben van nagy szerepe, és ehhez járul hozzá a Vajdasági Magyar Nóta és Csárdás Fesztivál és a ma esti gála műsor új dalaival, előadóival és vendégművészeivel. A 14. Vajdasági Magyar Nóta és Csárdás Fesztivál győztesei lépnek fel. A Horváth László, Szép Antal, Gábor Károly, Mérges Eszter és Szakállas Névancs Erzsébet összetételű szakzsűri értékelése alapján az amatőr énekesek közül egy ajánlással szerepel a gála műsorban. Tól Izabella, Becsei fiatalt halljuk. Thank you.
12 amatőr versenyző jól szerepel. A harmadik helyezést két fiatal énekesnő osztja. Elsőként az eddigi versenyek legifjabb résztvevőit, a gunarasi 14 éves Koncz Reginát köszönhetjük. Thank you.
imént hallott Koncz Reginával osztja a harmadik helyet, a helybeli Alföldi Eszter, amellett, hogy a bírálóbizottság harmadik helyezéssel jutalmazta, kiérdemelte a közönségdíjat is. Thank you.
2009-es Vive amatőr énekesek versenyének második helyezettje, az újvidéki Fésűs Mária. Őt hallják most. Thank you.
erős mezőny alakult ki az idei amatőr énekesek versenyében, bizonyítja az is, hogy az első helyezésen is két énekes osztozik. Most az adai Molnár Csikós Gábort hallják. Hogy így szeretődik, erre lehet mondani.
gyakorlott és színpadhoz szokott dudázó Rajcz Vilmos, aki Zomborból érkezett. Cigány vagyok, Árok partján születtem. Én felettem egy csillag, sem ragyog fent. Könny a párnám, sátor az én palotán. Kis ég szemű, cigányasszony, az anyám. Esik eső nem sokára, ez lesz majd a sírban hatakaró. A síromra ne boruljon senki sem. Oda nem már, nem fog fájni semmi sem. A síromra, de ne boruljon semmi sem. Oda nem már, nem fájni. Csak egy semmi van a világon, az is az én rózsám galambom. A jó Isten be nagyon szeret. Alá a módon, amíg a
boldogok, csinálod talapok. Azt mondják, hogy beteg vagyok, ragyogok, csinálod talapok. Mint az égő, gyercsafogyok, ragyogok, angyalom, galambom. Beterve az én szívem tája, terecsem meg a katikája. Ragyogok, angyalom, csinálod. A Vive Magyar Nóták és Tárdások Fesztiváljáról a műsor folyamán még egyszer jelentkezni fogunk. Tegnap a második esten az új nóták versenye zajlott. A Horváth László, Gábor Károly, Szép Antal, Bába Lúcia és Dékány Imre összetételű bíráló bizottság értékelése alapján két szerzemény ajánlást kapott a ma esti gálaműsorban való szereplésre. Egy csárdást hallanak most, amelynek címe Harangvirág Tulipán. Zenéjét és szövegét Balázs Melinda írta. A szerző alap előadásában hallhatják a most következő csárdást.
zenéjét Kis Ernő szerezte. Szövegét Jovánovicsné Juhász Justinia írta. A címe Szeretem a kis falumat. Előadja a tavalyi amatőr énekesek versenyének győztese Cseri János. Amióta más életén, erre kerül az álló, nem tudom.
Páros, amikor még a Szívedet című hallgatója érdemelte ki, Kotroba Júlia előadásában hallják. Zsoldos Rudolf, Mezei Katalin, ha majd egyszer úgy érzed című hallgató előadásáért. Oh my.
nézőit Torontálvásárhelyről, a József Attila Kultúrotthonból. Még egyszer jó estét kívánok az imént, Osterman Emmát hallhatták és láthatták, kedves nézőink, aki előadó díjban részesült, és Zsoldos Rudolf Mezei Katalin, ha majd egyszer úgy érzett című hallgatóját adta elő. Most pedig folytatjuk műsorunkat. Az idén az új szerzemények kategóriájában több első nótás szerző is szerepelt, és díjban is részesültek. Így a zsűri második helyzetje egy andalgó, melynek szerzői Gál Zoltán és Mezei Katalin. A címe Van egy öreg fali óránk, előadja a szerző Gál Zoltán. Vidámságot lássam rajta,
és szemével. Nyújt oszkodva a símokat, itt gyengülve kis kezével. Kifeksz fel is unokádra, kézen fogva járára van. Szemed könnyes, mert úgy érzel, hogy nem ültél a hiába. Dicsersz fel is unokádra, mert úgy érzed, hogy nem éltél hiába. A nógázásba, a tapsolásba, de a muzsikálásba is bele lehet fáradni. Önöknek is, a zenészeknek is egy kis felfrissülést ajánlunk a következő 15 perces szünetben.